Közben itt azon gondolkozom, hogy megvan az öt rúna, és akkor fejlesszük fel a possession-t, ha már egyszer erre tartogattam végig. Továbbá pedig arra nem tudtam tovább menni, úgyhogy kénytelen leszek arra a kis tetőre menni innen. Hello! Csak ugye megpróbálok minél kevesebb erővel csinálni, de már most nincs manám. Hát ez egyszerűen csodálatos lesz. Még ezek is járkálnak, igen. Én megszállnálak aranyom, akárhol is vagy, csak tudod mi a problémám? Baj, valahogy megoldjuk, nem? Mindig van egy megoldás. Nincs kedve velük szenvedni később, úgyhogy kiszedem őket, amíg tudom. Hoppá, egy több is van. Trappokat hallok. Nyam! What a river crash-tok! Nem, nem kell kard. Nem kell kard. Mindent kézzel és önerőből. Mint a fappolás, komolyan mondom. Na, mi zajlik itt? Hello, srácok! Ne nézzetek! Ó, Isten áldja, aki ezt itt hagyta nekem. Hozzáteszem, ez még így se sok, de valószínűleg több, mint amennyi eddig volt. Maradjunk ennyibe. Azért még ott is körülnézek. Ezeket keresni is kéne, nem gondoljátok? Drinking from fountains recharges a small amount of health. Van 50 ilyenem. Kérlek. Valami újat, kérlek, könyörgöm. Olyan jó lesne. Itt egy csomó jó dolog van. Miért hagynak itt ilyet az emberek? Ilyen weepers and shit. Aztán közben minden oké. Az pedig ott egy löty. I needed that löty. To my gear. Oké, de ez szintváltós hely. Merem feltételezni, hogy igen. Hello, srácok. Igen. Hát eddig jó. Majd ott kezdődnek galibák, amikor majd el kell jutni Daudhoz. De mivel azt mondtam, hogy nem akarok ölni senkit, ezért... Na, köszi. Ha! Sajnálom! Bocsa válladér. Majd neked is veszek kis autót. Szóval, mivel nem akartam ölni senkit, és még most sem akarok, ezért gyakorlatilag optimális is ez így. Még a kísértés sem tud elkapni, hogy öljek valakit vagy valamit. Egyszerűen tökéletes. Na, már nem is vagyunk olyan messze. Szokoló életelixírt látok. Sőt. Olyha. Manapot is van, meg minden kutya töke. Fenomenálisan tökéletes. Jó, ott van még valami. Menjünk csak oda? Hello. Valaki itt hagyott nekem egy térképet. Na jó van, ezt nem oldom meg. Annó valahogy megcsináltam ennélkül is, szóval. Nem lehet annyira nehéz most is följutni. Jó, hogy ezeket a lépcsőket kéne, hogy kezeljem. Van rendes izé, úgyhogy nem szükségeltetik. Hogy itt én most megint nekiálljak baszakodni egy olyannal. Ennyi, benn vagyok. De erre kellett ez a nagy erőfeszítés. Közben ki kéne találnom itt fejbe, hogy hogyan fogom kiölni a... We can't get through the rail station without the key. This one is resourceful. We'll find a way. Szóval ki kéne találnom útközben nekem, hogy fogom kinyírni a Daudot, vagyis hogy fogok tőle megszabadulni. Ja, de itt megszerzem a cuccaimat, akkor meg nem mindegy. Most így belegondolva, kell nekem az én kis felszerelésem? Nem kell nekem a felszerelésem. Megcsinálom én skillekkel, hát azt mondtam, nem? Dehogy nem, akkor úgy is fogok tenni. Most így ugyan egy kicsit zavar, hogy feleslegesen jöttem föl ide, de nem baj. Menjünk szépen a Daudhoz. Na hát, na hát. Hát te. Ahogy gondolod. Oda nézzetek, itt valami mészárszék történt, vagy nem vágom. És már megint valami Rivercrust-ok. Még jó, hogy nem vesz fel semmit, csak úgy magától. De nem kell my gear. Meg apropó, emlékszem, hogy itt az egyik izé...
Hogyha kinyílik ez a kapu, akkor jönnek megnézni, hogy ki nyitottak ki. Most viszont nem tudom, hogy fogok kijutni innen. Persze, hogy lejön ide, hogy a kurva anyja. Most picit veszélyeztetett faj vagyok, mert nincs nálam fegyver. Ha észrevesz, akkor rábasztam. Hello. Hello. Köszönöm szépen, hogy engedted magad így megfojtani szépen. Csicsikálj itt egyet, elleszel itt egy darabig. Hát hogyha ilyen sokáig fog tökölni akár egy emberrel, és akkor nem tudom mi lesz, ha például jön mondjuk egy hat... cseregnyi. Hát ez érdekes lesz, gyerekek. Lehet, hogy ekkora challenge-et nem kellett volna bevállalnom. Ez egy kicsit így nehéz. Most... teleportált egyet ugyanoda? Grat. Van még? Hallottam még embereket, ahogy... ezt a hangot... Ha, bazd meg! Hello! Nope! Szóval még mindig nem vettek engem észre, ez remek. Eddig nagyon jól csinálom. Ó, oda nézzetek. Na, paszd meg! Emeltem magamhoz egy fegyvert. Isten sose bocsált meg nekem. Na, jól van, gyerekek. Legalább most már van valamink, amivel meg tudom védeni magam. Mi konkrétan... három golyó, ugye? Ja, három golyó. De mi mindig jönnek csak úgy, hogy a hárman már megint ketten, de jó? Na, ezek nem ketten vannak, az ott egyből. Három, az ott plusz egy, öt ember. Baba! Szóval öt ember, meg emlékszem két... kutyára! Na gyere ide! Te koszos! Az meg, ez kerüli a golyót. Vagy nem. Hello! Húha, mondtam én, hogy kutya! Ah! Jó, ez egy menekülős játék. Ez egy menekülős játék. Most jöttem rá. Végül is én bejutottam oda, ahova akartam, nem? Dehogy nem. Mondjuk azért skill az van, valljuk be. Hé-hé-hé. Pont most dicsértem meg magam. Ne kelljen lebasznom magam. Csak azért, mert nagyon figyeltek. Na bazd meg, és csak azért is körbe mennek, hát összefosom magam. Megvagy. A rohadék. Már csak egy van. Én téged ide leraklak, csicsika, úgy. És ezt hallottad? Hát beszarok tőled. Itt mindenkinek ilyen sugárhallása van. Nézd a palit, Istenem. Nézd nekem, mit csinált, drága lányom? Oda kinezek össze-vissza járőröznek. Oda. Na hát, micsoda trükk. És itt is vannak ketten, beposok. Na! Kösz! Kösz! Kösz, fasz, kösz! Oh. A hülye állatja! Jól van akkor! Minden rendben van. Még mindig. Most végre úgy érzem, hogy fer a játék. Azzal, hogy én kikúrt nehéz. Hello. Kapom magamnak a potikat, mint a kurva isten, csak manám nincs soha. Megvan! Jaj, egy golyó. Uha. Uha. Na most ha azt hiszitek, hogy leállítom az időt és... hozzá is csak úgy bemegyek, mint ahogy mindenkihez eddig, vagyis hát ahhoz a kettőhöz, és akkor legyőzöm. Nem! Daudnak van ereje, ugyanúgy, mint nekem, egy kívülállótól, és ugyanúgy tudja irányítani az időt. Úgyhogy ha leállítom, akkor ő jön velem. Semmi különleges. Also, he can see me. I can see it in his eyes. Kurva falon keresztül is lát meg ilyenek. Mert van neki ugyanúgy Dark Vision-je. Kureványa! Na mit kezdjek vele? Húha! Talán egy jól irányított golyó megteszi a hatását? Hát... valahogy csak megoldom. Oké, most már fönn vagyok itt. Nagyon jó. Daud. Hozzád hogy jussak el, ha...
annyira kis makacs vagy, hogy még meg sem mozdulsz, te barom. Ez rossz ötlet. Ezt innen érzem a zsigereimbe. Jó. Ez az. És innen hagyjatok ki! Az a kurva hajtó hétszentségit. Tunnel entrance. Why do I have to go there? Oh. Ez egész egy ilyen hostage situation. Komolyan. Annyira, de annyira hostage situation, hogy ezt elvinnan. Oké, körülnézek, itt nincs több ember. Az a kettő. Nem csinálnak semmit. Meg itt egy harmadik, erről nem is tudtam. De ez innen úgy néz ki, hogy megmenekültem. Jaj, geci Istenem! És még egy rúnát is kaptam. De jó nekem. Jaj, de jó nekem. Tényleg megcsináltam, bazd meg. Kard, meg minden nélkül. Na jó, két golyót felhasználtam, kijutottam innen. Target spared out. Nem csodálom, hozzá se nyúltam. Fú, bazd meg. Ilyenre van egy boncsán. Drop assassinating someone gives you a bit of mana. Hagyjál már ezekkel valami hasznosakat adjál. Már kérem, vagy három része. Na gyerekek, hol vagyunk? Igen, söpredéktelepen. Pontosan ott. There's no hospital, I told you that. You think they round people up because there's a cure? There's city guards. They're supposed to protect people. Na, itt előttünk van egy hatalmas nagy, hogy is hívják, és ez az egész izé így sokkol, úgyhogy vagy... Mi történt? Először is megnézem, hogy van-e persze, hogy van rúna. De már minek gyűjtögessük, gyerekek, már össze vagyok szedve. Minden, amit ki akartam fejleszteni, már ki van fejlesztve. Jó, kivéve az agility. Akkor csak azért is elmegyek azért az egyér. Különben itt van az a vagon. Ezzel fogunk elmenni, gondolom. Mármint én nem fogok begyalogolni. Kard nélkül! Ide lejövök, itt egyszerűen nincsen ambient. Vagyis van, de nagyon gyatra. Nem tudom, mi van. Kész. Itt meg aztán totál nincs semmi. Hát aztán... Nem tudom.